Ha akartuk, hanem itt a tél. A sportrepülőtereken zárultak a hangárajtók, de azért most sem maradnak légből kapott nélkül. Nosztalgiázunk egy kicsit, visszaidézzük a nyarat. Mostani összeállításunkban az idei év adásaiból szemezgettünk. A nyár előn Dunakeszin a repülőtanoncokat látogattuk meg. A sportrepülés itt most 60 éve pont, amikor elkezdődött. Egyre dinamikusabban fejlődött, Pest közelbe voltunk, és itt rendezték az országba a legtöbb vitorlázó repülőversenyt, szám szerint 40-et. Az utóbbi években, ami ezt már akadályozza, az az, hogy ugye a légiforgalom Ferihegyi közelsége miatt a légiforgalom növekedésével bizonyos lépcsőház szerint repülhetünk. Dunakeszi repülőtéren két repülőklub működik, az Opis Nándor repülőklub, másik repülőklub pedig a Malév repülőklub, ami már több mint 30 éve repül itt. Privatizáció kapcsán támogatások szépen megszűntek, úgyhogy jelenleg mindenki, amit repül, maga fizeti, úgy a vitorlázó, mint a motoros repülést, és a klubok mindenféle egyéb vállalkozásokkal is próbálkoznak, légifotózás, stb. Oktatások, tehát ebből tartják fenn magukat. Folyamatosan van vitorlázó repülő képzés. Ez úgy történik, hogy ősszel kell jelentkezni, és a klubhelyiségben télen van az elméleti oktatás minden héten egy alkalommal, és tavasszal, úgy március végén, április elején kezdődik a gyakorlati repülés itt a Dunakeszi repülőtéren. A gyakorlati képzés az szoktató repüléssel kezdődik, utána megtanítjuk őket egyenesen repülni. Talán a legnehezebb feladat egyenesen repülni a géppel. Utána megtanítjuk őket fordulózgatni, aztán összefűzzük, fölépítünk egy iskolakört, mindez természetesen csörlésből megy, és amikor már egy szép iskolakört csörlésből le tudnak zavarni, utána jönnek a vészhelyzetek. Az egyik növendéken mondta, hogy ilyenkor válik göröngyösi a kezdőképzés, mert az addigi gyönyörű szép iskolaköröket elrontjuk. Változó állásszöggel repülünk, tehát hol nagyon nagy a sebessége repülnek, hol nagyon kicsi. Utána a csörlőzemben az egyetlen igazi vészhelyzetet gyakoroljuk, a kötélszakadást. Alacsony, közép-magas, magas kötélszakadásokat gyakorlunk. Nekem az egyik veszőparipám, csak tökéletes megoldást fogadok el. Nyugta, közép-magas a Budapest felől kötélen, a fehér. 14 éve járok a reptére, ami eddig vészhelyzet volt, az mind kötélszakadás, vagy annak megfelelő állapot volt, tehát ez nekem egy veszőparipám, ebből nem engedek. Utána elviszük dugóhúzóra a gyereket, oldja meg, pörgünk, forgunk fönn a levegőben. Ezt általában élvezni szokták, egész addig, amíg le nem jövünk alacsonyra. Mert a másik veszőparipám az alacsony dugó, mert hát az az igazán veszélyes, nem pedig az, hogy most 1000 méteren hogy pörög a repülőgép. Amikor ezen túl vagyunk, akkor még elveszük a műszereket előle, próbáljunk meg, elnézést a kifejezésért, seggel repülni. Amikor ezeken mind végigmentünk, utána elérkezik a legcsodálatosabb pillanat a növendék életében, kirepül életében először egyedül. Tavaly októberben kezdtem az elméleti tanfolyamot, itt egy csoportos elméletünk volt, és idén áprilistól kezdtünk el repülni, és most jutottam el az első egyedül repülésig. Ez 3 hónap volt, körülbelül 50 felszállás, csörlésből repülünk, és egy fantasztikus érzés elsőre egyedül elmenni. Szerintem az a legjobb az egyedül repülésben, hogy az oktatók megbíznak bennünk, és amit eddig velük csináltunk, azt most már teljesen egyedül csináljuk. És azért engedtek el nyilván, mert tudják, hogy képesek vagyunk rá, és hogy megálljuk a helyünket. És ez szerintem nagyon jó érzés. Az idei nyári tábor az már 2 hete megy, a második hét. A idei kezdőcsapat az 15 főt számlált. Bár elég drága a sport, ma már fizetni kell, de MHS-es időben nem kellett érte fizetni. Egy ilyen egyéves kiképzés az körülbelül 250 000 forintba kerül. Ebben van csörlés és néhány vontatás is, egyedül repülés, B-vizsga, C-vizsgáig el lehet jutni. 3 évvel ezelőtt én is itt kezdtem az Opis Nándor repülőklubban, mint növendék. Végigmentem én is ugyanúgy ranglétrán, mint mindenki más. Először oktatóval egy olyan 60-70 felszállás, utána egyedül repülés,
utána további gyakorlatok, különböző időtartamok egyre hosszabbak, a leghosszabb időtartam az 5 óra, utána van egy úgynevezett koszorútáv, az első táv, és utána lehet megszerezni a szakszolgálati engedélyt, ami a repülőknél a jogosítvány, és utána lényegében annyit lehet repülni, amennyit szeretnénk, és az idő engedi, és onnantól kezdve az egyre hosszabb távok a kihívás. Tavaly repültem a 300 kilométeres távomat, eddig ez a leghosszabbam, remélem idén hosszabb is lesz talán a versenyen. Az időjárás nem a legkedvezőbb, mert ez a nagy hőség és a késői termékindulás hát nem kedvez az igazi nagy távrepüléseknek, de a kezdők, középfokosok nagyon sokat haladtak, jó néhány C-vizsga, D-vizsga is született mindkét klubba. Tegnap csodálatos napom volt, ő egy SD30-as pilát, és vele sikerült tegnap megrepülnöm azt a feladatot, ami a szakszolgálati engedély kiadásához elengedhetetlen. Ez pedig az ezüst koszorú táv. Ez egy 50 kilométeres táv, amit A pontból B pontba el kell repülni, ami nehéz, mert hogy ezen a gépen ugye nem látunk motort, tehát nem tudok egyenesen menni vele, hanem olyan tudok menni, amely az időjárás engedi. Tegnap Dunakeszi és Atkár között kellett ezt a távot megrepülnöm, ami légvonalban durván 70-75 kilométer. Ezt egy 150-160 kilométeres repüléssel sikerült megoldani, föl kellett mennem Vácra, Váctól elmenni a keleti ország részbe, és a 23-as légtér csücskéből 180 fokról tudtam leesni Atkárba. Úgyhogy egy csodálatos élmény volt, jobbra-balra az ivatalfelhők voltak, gyenge emeléseket találtam javarészt, de egy fél méter, egy méter az elég volt ahhoz, hogy 3-3,5 óra meg tudjam repülni ezt a távot. Úgyhogy tegnap nagyon szép napom volt, még egy lépéssel közelebb jutottam a szakszolgálati engedély megkapásához, de nem ez a legnehezebb feladat egyébként a szakszolgálati engedélynél, hanem az 5 óra megrepülése. Ez ahhoz képest sokkal könnyebb, habár lényegesen kalandosabb, mivel hogy ez az első alkalom, amikor elmegyünk a reptértől, nem lehet már visszamenni, nem lehet a reptéren leszállni, hanem egyedül vagyunk, magunknak kell emelést találni, és hogyha nem sikerül, hát akkor sajnos telepre szállunk. Teljesen egy idő után az ember életében az, hogy már nem szeretne csak helyben repülni, és akkor úgy dönt, hogy elindul egy versenyen. Ezek általában kéthetes programok, vannak rövidebb versenyek tavasszal, de Magyarországon kéthetes versenyeket szoktak rendezni. Ott pedig reggel egy meteorológiai igazítás után megkapjuk a napi feladatot, amin általában vagy meglepődünk, hogy kicsit rövidebb, mint amire számítottunk, vagy pedig sokkal hosszabb az időjáráshoz képest. Örök élmény egy növendéknek, amikor először szárnyalhat egyedül, de lépjünk magasabb fokra. A tavasszal a gyönyörűen karbantartott Jakab-szállási repülőtéren jártunk, ahol a motoros műrepülőválogatott egyik tagja, Nádas Tamás készült az idei szezonra. Több mint 10 éve járok erre a repülőtérre. Azt lehet mondani, hogy szinte itt kezdtem el repülni az akkori oktatómmal. Nagyon szeretem ezt a repülőteret. Talán azt lehet mondani, hogy az ország egyik legszebb és leggondozottabb repülőtere. Abszolút megvannak a feltételek ahhoz, hogy nyugodtan tudjak készülni a nagy versenyekre. Sokat segítenek nekem a felkészülésben a helyiek, a helyi klub, a repülőtér. Azt lehet mondani, hogy nagy részt a tavalyi felkészülésem is itt zajlott le. A repülőgépem az egy extra 300L típusú gép, 620 kg 300 lóerőre, és ami még külön érdekessége, hogy ez egy certifikált repülőgép, tehát ugyanolyan jogosításokkal és paraméterekkel rendelkezik, mint mondjuk egy utasszállító repülőgép. A versenyfelkészülés az gyakorlatilag márciusban jó időbe köszöntével kezdődik. Folyamatosan készülünk a versenyekre, és egy héten átlagosan 4-5-6-szor, adott esetben még 7-szer is edzek. Délelőtt általában fizikai edzés, ez konditeremben történik, utána a repülőtéren
elsősorban Talabos Gábor vezetésével az edzések, az annon figuráknak a gyakorlata, és este pedig mentális autonóm tréning, ami agyba zajlik, és fejbe folytatom ugyanúgy a repülést. Elég fárasztó dolog. Általában szeptember végével a mediterrán versenyek is véget érnek, gondolok itt Spanyolországra, Portugáliára, és szeptember végétől már úgynevezett pihenés, vagy inkább csak ilyen kefteléses repülés folyik. Rendszeres nézőink már tudják, hogy érdemes a légbőkapottat nézni, mert rejtvényjátékunk nyertese egy igazi pilóta Jackivel lesz gazdagabb, támogatónk az Alfa Industri jóvoltából. Ezúttal azt kérdezzük, hol is készült fel Nádas Tamás az idei szezonra? A megfejtéseket ezúttal is SMS-ben várjuk az alábbi telefonszámra. Előző adásunk nyertese, aki egy pilóta Jackivel lett gazdagabb, Kostyánszky László kazincbarcikáró, gratulálok! Mielőtt elköszönnénk még valami. Az idei év összes adását egy DVD megrendelheti az alábbi címen. Ez volt az év utolsó összeállítása, de januártól jövünk újra. Addig is minden jót, a viszontlátásra! A műsor támogatói Corvus Aircraft Kft. Intersport Magyarország Kft. Usasop Hungary Kft. Magyar Repülőszövetség. Jakabcsik repülőtér, Aero Hotel. A stábot egy Mitsubishi Lancer repíti a forgatás helyszíneire a Mitsubishi Motors vezérképviselete jóvoltából.